Egy felújított és kibővített élelmiszerüzletet adtak át július elején Gáva Rencselőn. Az eseményen részt vett Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár, aki azt mondta, hogy a vidéki vállalkozások számíthatnak a kormány támogatására, ha fejleszteni szeretnének. A támogatás pedig az, amit a kormányzat tud a közös pénzünkből biztosítani ezeknek a vállalkozásoknak, hiszen nagyon fontos munkahelyteremtő, munkahely megtartó szerepe van, de az egész hangulatát egy térségnek, egy településnek, egy városnak meghatározza, hogy ott milyen körülmények között tudnak élni, dolgozni az emberek. Így aztán, amikor arra gondolunk, hogy egy-egy fejlesztés kapcsán átadunk egy támogató kiratot, vagy átvágunk egy szalagot, akkor azért sokkal több dolog van a háttérben, egy egész hangulat, emberi hangulat, gazdasági tevékenység, vagyis egy kiszámítható magyar vidék. Júliusban számoltunk be arról, hogy fejlesztik a Nyírbátori Ipari Parkot. A térség legdinamikusabban fejlődő gazdasági területe több ezer embernek ad munkát. Közvetlen összekötő út épült a park és a főútvonal között, autóbusz megállóhelyeket alakítottak ki, és az áramszolgáltatóval közösen a terület energetikai ellátását is fejlesztették. Ez az infrastrukturális beruházás abban segít nekünk, hogy az itt működő és a jövőben ide települő cégek a beruházásaikat meg tudják valósítani. A fejlesztés nem öncélú, hiszen most is jelenleg nagyon sok beruházás történik itt az ipari parkban körülöttünk. Négy multinacionális vállalat is végez komoly termelő kapacitás beruházás fejlesztést, és öt helyi KKV is, részben saját, részben Európai Uniós, és részben pedig hazai forrásból valósít meg komoly beruházásokat. Ezeket is ki kell szolgálnunk, és nagyon fontos, hogy a jövőben is, ha bármilyen cég itt Nyírbátorban fejleszteni akar, akkor ehhez az infrastruktúrát biztosítani tudjuk. Elkészült a rakomazi egészségház korszerűsítése is júliusban. A Magyar Falu Program támogatásával hőszigetelték az épületet, valamint új nyílászárókat szereltek be, és kifestették az intézményt. 23 év alatt az adott az idő amortizált az épületet, ezért szükséges volt a külső, illetőleg a részleges belső felújítása. Kívülről megújult, kapott egy hőszigetelő réteget, egy színes vakolatot, illetőleg korszerű 6 légkamrás műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, illetőleg az udvar belső részébe a mentőállomás elhelyezésére szolgáló épületrész is megújult. Ott is a garázskapu kicselérése került, illetőleg a mentő két mentőgépjármű elhelyezésére szolgáló épület kifestése történt meg, ugyanúgy, mint ahogy a belső épületrésznek a kifestése, illetőleg a vizes blokkoknak a karbantartása. Díszőrség kísérte a Szent Korona másolatát a nagyecseri református nagytemplomba július 9-én. 400 évvel ezelőtt az egykori ecseri várban őrizték a magyar államiság egyik legfőbb jelképét. Ebben a debreceni kalendáriumban, ebben a nyomtatott kalendáriumban ott van, dátumszerűen, hogy 1622. február 22-én vitték el innen, és március 8-ára érkezett a korona vissza a Kassára, aztán majd utána tovább Zólyom várába, ahol ünnepélyesen átadták a Magyar Királyság képviselőinek. Kerékpár utat építettek Nyírgyulajban. A bicikliút Nyírbátor és Nyírgyulaj között már elkészült, júliusban a belterületi szakaszt építették. A település polgármestere úgy fogalmazott, kettős célja van a beruházásnak. A biztonságos közlekedés mellett a turizmus fellendítését is várják a beruházástól. A kerékpárút építésének kettős célja van. Egyrészt hivatásforgalom, a nyírgyulai lakosok részére, hogy Nyírbátorba el tudjanak biztonságosan jutni a munkahelyeikre, másrészt természetesen turisztikai célokat is szolgál, hiszen a környéken már több kerékpárút is megépült. Ez egy hiányzó szakasz, amivel bátran lehet kerékpártúrákat szervezni a településre, illetve a környékre is. A Nyírgyulajt Nyírbátorral összekötő kerékpárút építésére 420 millió forintos támogatást kapott a két település. A Nyírgyulajon belüli szakaszt ősszel vehették birtokba a helyi és a községen áthaladó biciklisek.